Sziasztok! Tovább folytatódik a karácsonyi őrület a csatornámon. Ezúttal Gabi kérésére a karácsonyi tag kérdéseit fogom megválaszolni. Úgyhogy össze is gyűjtöttem, nagyon fura volt. Ez volt az első alkalom, hogy így kézzel kellett leírkálnom a kérdéseket. Általában én Ctrl-C, Ctrl-V-vel szoktam megoldani ezt a dolgot, de most nem voltak a kérdések a leírásban, úgyhogy kicsit körmöltem. Nem mintha ez azt hiszem bárkit érdekelne. Na mindegy, side note bezárva. A lényeg, hogy akkor nézzük is ezeket a karácsonyi kérdéseket. Az első kérdés, hogy csomagoló papír vagy ajándéktasak. Hangulat szempontjából egyértelműen a csomagoló papírra szavazok, mert nincsen jobb érzés annál, mint amikor letéped a csomagoló papírt az ajándékról, és akkor fedezed fel, hogy mit is kaptál, vagy amikor a másik, hogy mit is kapott, szóval tök jó érzés mindig olyan izgatottan kicsomagolni. Ellenben az ajándéktasaknál már azonnal látod, hogy mit fogsz kapni. Hozzáteszem, többnyire az ajándéktasakot szoktam választani, nem is tudom egyébként, hogy miért. Lehet, hogy azért, mert sok olyan dolgot szoktam venni, amit nagyon nehezen lehet becsomagolni csomagolópapírral, de ha van rá lehetőségem, tehát ilyen dobozos formájú dolgokat, mindig csomagolópapírba csomagolok. De egyébként pont holnap láthatok majd ezzel kapcsolatban egy videót tőlem a Plac csatornának, ahol karácsonyi ajándékcsomagolási ötleteket fogok nektek megmutatni, úgyhogy majd nézzétek meg, mert szerintem tök jó pofák. Következő, igazi vagy műfenyő? Nekünk otthon műfenyőnk van már évek óta, mi ezt nagyon szeretjük, sokan teljesen ellene vannak, mert hát, hogy ez elveszti a karácsony a hangulatát, meg ilyesmi, de vannak nagyon-nagyon szép műfenyők, amik teljesen úgy néznek ki, mint az igazi, nálunk is pont ilyen van, és az igazi fenyőnek az illatát pedig be tudod hozni valami gyertyával, illatosítóval, esetleg egy darab faággal. Nincs vele gond minden évben, hogy akkor mikor legyen megvéve, hogy legyen kiforogva az alja, hogy be lehessen rakni a tartójába, és hogy azonnal lepotyogtatja a tűleveit, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem a műfenyőt. Harmadik kérdés, mikor állítjátok fel a karácsonyfát? Nos, ha ez rajta volna, akkor már december első napján föl lenne állítva. Mindig áhítozva nézem az amerikai videósokat, amikor láttam, hogy ők már november végén földíszítik a karácsonyfát. Oké, lehet, hogy kicsit túlzás, attól függetlenül én tényleg annyira szeretem ezt a karácsonyi hangulatot, hogyha tehetném, már december 1-én felállítanám, de általában olyan december 22-e körül szoktuk felállítani, és szerintem most is valahogy így lesz. Mikor bontjuk le a karácsonyfát? Ugye elvileg január 6-án vízkeresztkor kellene lebontani a fát, mi korábban szoktuk, de sem sajnos rajta múlik, általában már január 1-e, 2-a környékén mi leszoktuk bontani a karácsonyfát. Sajnos. Kedvenc kiskori karácsonyi ajándék, amit kaptál. Egy ilyen karácsonyi ajándék nagyon-nagyon benne maradt az emlékezetemben, mert általában nálunk az ilyen karácsonyi vásárlás az úgy szokott kinézni, hogy együtt szoktunk elmenni, tehát többnyire nincsen az a meglepetés érzés, amikor kibontom a karácsonyi ajándékot, de egyik évben volt, és emlékszem, hogy akkor egy ilyen dobozt nyitottam ki, és volt benne egy boszorkányos pizsama, egy óra, és egy... nem is tudom, mi a neve ennek a játéknak, hogy tudjátok, van egy figura, aminek damilollóknak a kezei és lába, és így lehet mozgatni. Na és én akkor ezt a három dolgot kaptam karácsonyra, és őrületesen örültem neki, mert emlékszem tényleg az izgatottság, amivel kinyitottam, mivel nem tudtam, hogy mit fogok kapni, ez nagyon-nagyon szuper volt. Van-e Betlehemetek? Nincsen. És nem tudom, hogy ki az, akinek van. Jó, lehet, hogy maximum ilyen minike, biztos van valakinek, de ilyen kertben felállított a ház előtt nincsen. Kinek a legegyszerűbb ajándékot válaszolni, és a következő kérdés, hogy kinek legnehezebb, én ezt a kettőt összevonnám, mert azért ez elég komplex dolog szerintem. Amikor évközben, vagy már karácsony előtt jó előre nincsen ötletem, akkor általában nagyon-nagyon meg vagyok lőve, egyébként még most is itt tartok. Az szokott lenni, hogyha évközben eszembe jut valami ötlet, akkor én azt már előre fölírom, hogy ne felejtsen el, hogy karácsonykor már nem kell ezen gondolkoznom. Talán a szüleim. Náluk a legnehezebb karácsonyi ajándékot választani, és még most sem találtam ki, úgyhogy ötleteket várok. És ha ezt nézi az anyukám, akkor már megvan, hogy mit kaptok. Elektromos vagy postai képeslap? Hát egyiket sem szoktam küldeni. Hú, hát a postait nem is tudom, hogy életemben adtam-e fel egyáltalán képeslapot. Valószínűleg nem, elektronikusat meg pláne nem, és nem is vagyok híve egyébként ezeknek az elektronikus felköszöntéseknek, se az SMS-nek. Ha valakit fel akarok felköszönteni karácsony, olyan fura ez, hogy fura maga ez a kifejezés, hogy felköszönteni karácsonykor. Igen, ezt azt hiszem csak én használom. Szóval, ha valakinek boldog karácsonyt szeretnék kivenni, azt inkább személyesen teszem meg, vagy felhívom telefonon, ilyesmi, de annyira nem vagyok híve, főként az ilyen Facebook írásoknak, meg pláne nem. A fürdőszoba itt a szoba mögött van, és éppen javítás folyik. Remélem nem hallatszik be a kopácsolás. Minden esetre
az nem a karácsonyi hangulatot emeli, az tuti. Legrosszabb ajándék, amit kaptál? Szerintem nem volt ilyen. Akkor is, ha olyan dolgot kapsz, amit alapból mondjuk én nem vettem volna meg magamnak, én annak is örülök, mert ilyenkor szerintem nem ezt kell nézni, hanem az, hogy a másik szeretetből adta neked, és sokat gondolkozott, hogy mi legyen az. Attól függetlenül, hogy nem találta el, szerintem még nincs olyan, hogy legrosszabb vagy rossz ajándék, mert minden ajándék jó. Nem. Tényleg, oké, hogy klisé, de tényleg én úgy gondolom, hogy nem az számít, hogy mit kapsz, hanem hogy kaptál valamit, és bármilyen apró dolog, vagy tényleg olyan dolog, amit alapból nem is szeretsz annyira, szerintem nagyon jó. Kedvenc karácsonyi film. Vicces volt ez a kérdés, mert amikor Gabinak néztem a videóját, gyakorlatilag teljesen ugyanazt válaszolta, amit én elmondanék, szó szerint, de tényleg, hogy nincsen karácsony reszkesetek betörők nélkül, abszolút így gondolom, és nem tudom, két éve vagy mikor volt már egy ilyen karácsonyi jellegű tag videóm, és pont én is ugyanezt mondtam, illetve a másik kedvencem a Holiday, és Gabi is pont ezt mondta, hogy egy jót mosolyogtam ezen. Nekem a Holiday egyébként nem csak karácsonykor, hanem összességében is az egyik kedvenc filmem, imádom. És még ez a listához hozzátenném a Love Actually-t, aminek azt hiszem a magyar címe Igazából szerelem. És egyébként fura, mert ez tipikus karácsonyi film az Igazából szerelem, amit minden évben leadnak a tévébe, de azt hiszem én tavaly láttam először. Viszont akkor annyira tetszett, hogy még a karácsonyi szezonban többször megnéztem, és már alig várom, hogy most is megnézem megint. Ajándékoztál már tovább ajándékot? Nem. Kedvenc karácsonyi étel. Igazából ilyenkor gondolkoztam, hogy milyen tipikus karácsonyi ételek vannak, és csak süteményekre tudok gondolni, mint a beigli és a mézes kalács. Én a beiglit annyira nem szeretem, a mézes kalácsot viszont imádom, és tényleg nem tudom, milyen kifejezetten karácsonyi étel van még. Nálunk a hal szokott olyan viszonylag karácsonyi lenni, és én a halat minden formájában nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy azt hiszem, még ide sorolnám azt is. Színes vagy sima fények. Nos, nekünk otthon ez a fény szokott lenni a karácsonyfánkon, ami itt hátul van, ez az aranyszínű, és én ezt nagyon-nagyon szeretem, de például a mamáméknál színes fénysor van a karácsonyfán, és az is nagyon-nagyon hangulatos. Szerintem attól függ, hogy a karácsonyfa milyen színekkel van feldíszítve, nekünk ilyen arany, ezüst, fehér díszek szoktak rajta lenni, amihez szerintem ez a változat nagyon jó passzol, de ha alapból színesek a díszek, akkor egy színes fénysor nagyon-nagyon jól tud kinézni. Ez szerintem olyan klasszibb jellegű, viszont a színes fénysor meg az, ami ilyen hatalmas karácsonyi hangulatot hoz, és például amikor az ablakokban látom kirakva, és csak ilyen sima fénysor van, akkor a színeset szeretem nagyon, de például amikor ezek a lógósak vannak, tudjátok, mint mondjuk a West Endnek, meg az Arcadenek az oldalán lógnak le ezek a fénysorok, abból meg az aranyszínű tetszik nagyon, úgyhogy erre most egy ilyen felemás választ sikerült adnom. Kedvenc karácsonyi dal. Karácsony táján nálam mindenféle karácsonyi playlist szóba jöhet, de talán a legnagyobb kedvencem a Wham-től a Last Christmas, amit valószínűleg szinte mindenki utál már, mert annyira túljátszott, legalábbis nekem nagyon-nagyon sok ismerősöm így van vele, én viszont imádom. A Mariah Carey All I Want For Christmas szintén, és azt hiszem ez a kettő legfőképpen. Otthon töltöd a karácsonyt, vagy elutazol? Egyértelműen otthon, abszolút a karácsony egy ilyen otthon töltős ünnep, úgyhogy az elutazás az év másik részére maradhat. Nos és ez a 16 kérdés lett volna ez a karácsonyi tag. Készítsétek el ti is mindenképpen, vagy legalább itt válaszoljátok meg őket kommentben. Különösen kíváncsi vagyok a kedvenc karácsonyi filmetekre, mondjatok nekem jó ötleteket. És köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!